A folytatásban a Városi Diáktanács sikeres rendezvényéről számolunk be, amely nem más, mint a játék tanárok nélkül, illetve a nyári programjairól is kérdezzük majd a csapat tagjait. Itt van velünk Török Anna, illetve Szabó Varga Petra, VDT tagok. Sziasztok, illetve Madarász Réka ifjúsági referens. Jó estét, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Na, mindeneket, Anna, előre is sok boldog szülinapot, holnap leszel 20 éves, hát azt mondta, hogy nekem már Istenétes, azt mondta, hogy már öreg, ugye? De majd megtudod még, hogy mi is az az öregség. Szóval, ugye május végén volt ez a rendezvény, a játéktanárok nélkül. Hány csapat volt? Beszéljünk egy kicsit erről az egész történetről. Honnan jött az ötlet, hogy a tanarakat hagyjuk ki belőle? Jó? Hát ez az ötlet már régebbi ötlet igazából. Mm-hmm. 16. alkalommal rendeztük meg a játéktanárok nélkül, és eddig is ilyen néven futott. Ezt már akkor kitalálták az ötletesebbik réteg, hogy tanárok nélkül is vetelkedjenek az iskolák, és hát majdnem minden középiskola részt vett, rengetegen voltak, nagyon élvezték, jöttek, mentek, játékok, buli, minden, úgyhogy elveszték nagyon. Milyen feladatok voltak? Egyet-kettőt emeljünk csak ki. Hát voltak játékosabbak is, meg olyan, ami gondolkodós, tehát, hogy... És annak sikere volt? Volt, egyébként elveszték, nyilván mindegyikbe bele volt véve egy kis játék, tehát, hogy játékos feladatokkal ilyen tudatosságra nevelő feladatok, vagy... Tehát egy környezettudatosság volt főként így a téma aztán. Ezzel kapcsolatosak. Igen. A bulin túl igen. Ez a történet. És hogy vették az akadályokat a többiek? Jó, abszolút szerintem nagyon. Ügyesek voltak. Igen. Elveszték meg. Aktívak voltak minden csapat szerintem. Összesen ugye 12 középiskola volt, tehát 12 csapat, és nem csak 8 fővel, úgyhogy elvállaltuk, hogy valaki 10 fővel is versenyzett, úgyhogy tényleg nagyon sokan voltunk, 100 fő volt, aki versenyzett azért. Ennek nagyon örülünk. Kaptatok esetleg visszajelzéseket így a feladatok kapcsán? Kaptunk, és nagyon-nagyon tetszett nekik, mondták, hogy nagyon sok ilyet szeretnének még, meg hogy sokan mondták, hogy jöttek volna többen is, és hogy mennyire jó, hogy visszatértünk ezzel, ugye ez most nem volt. Igen, és a rendezvény után 10 új tagunk lett, úgyhogy megtetszett nekik a mi működésünk is egy picit, hogy mit jó, akkor most szabadon foglak ezzel, mert hogy ugye tegnap volt a nagyon komoly éves záró rendezvényetek, ahol értékeltétek az évet. Egy kicsit mesélj erről nekünk, hogy mi is történt az elmúlt évben. Hát én nagyon, nagyon jól éreztem magam, mert annyira jó volt látni, ahogy mindenki elmondta, hogy érezte magát. Én igazából, ami a legjobban tetszett nekem ebben az évben, így a folyamat, ahogy így kivirágzott a VDT, mert amikor elkezdtük az évet, 17 taggal indultunk, és most meg közel 50-en vagyunk, és ahogy így kinyíltunk, és többen lettünk, és pörög mindenki, és csinálunk mindent, ez tetszett a legjobban nekem. És alapvetően hogyan szoktátok toborozni a többieket, akár ilyen programokon? Általában igen, a rendezvényeinkről jönnek az új tagok, de évelején, szeptember-október környékén szoktunk tartani toborzást a középiskolákban, és akkor az ottani VDT tagok körbe mennek az osztályokon, és akkor van egy ilyen kis összeállított prezentációnk, az alapján elmondják a mi működésünket, hogy mit is csinálunk, és így ez szokott lenni a toborzás éveleim. És csak a leendő jelentkezőknek mondjuk, hogy azért a komoly megbeszélés után mindig van egy ilyen kicsit kötetlenebb, szórakoztatóbb része is ugye ezeknek a megbeszéléseknek. Tehát fő a jó kedv, ez a lényeg. Egy kicsit a nyáról is beszéljünk, mert hogy nyári táborok is lesznek. Miért somolyogsz? Így látom, hogy így belegondolsz. Már elkezdtük a szervezését. Vasárnap egész napos elnökségi gyűlésünk volt, és az elnökséggel elkezdtük kidolgozni, és annyira várom, mert annyira jókat találtunk ki, meg olyan jó programok lesznek, hogy... Azért ez 7 nap, úgyhogy arra azért komolyan fel kell készülnünk, és akkor felosztjuk, hogy mi is mondjuk 3 nap csapatépítővel hogy készülünk, és emellett a többi szervezetfejlesztő, vagy ilyen játékos formában megvalósuló játékokat pedig azért az elnökség rakja össze, úgyhogy azért egy hetet összerakni, az kell idő. Komoly kihívás azért. Hogy... És gyakorlatilag ilyenkor állítjátok össze a következő tanévnek a tervét. Milyen ötletekkel indultok neki ennek a tábornak? Hát a tábornak, hát még nem adtuk ki feladatnak, hogy ötleteljenek ezzel, majd ott lesz egy egész nap erre, amikor a következő évet elkezdjük kidolgozni, és akkor egy picit mindenki elmondja az ötleteit, hogy minek is örülne, és akkor hát megpróbáljuk megvalósítani.
Hát általában mi tanévre tervezünk, tehát nekünk azért van most évzárunk, meg azért kezdődik úgy szeptemberben az év, mert a iskola nyitvatartáshoz igazodunk, de az első talán, amit szeretnénk a KEF-fel közösen, az a tiszta élvezetet visszahozni, azt nagyon jó lenne, és abban a délutáni program a fiataloké. Úgyhogy azt mindenképp örülnénk, hogyha ebben az évben már sikerülne megvalósítani, úgyhogy az lesz egy ilyen ősszel, szeptemberben az indító nagyobb program. Ugye azt mondtátok, hogy bővültetek taglétszámotok, ami nagyon örvendetes. Ez jelent egyébként nektek, akár az elnökségnek, akár a diáktanácsnak új impulzusokat, ötleteket, tehát jönnek az új tagok új ötletekkel, hogy mi az, amit még feladatként vállaljon magára a diáktanács? Igen, nagyon-nagyon. Tehát nekünk ez az inspiráció, hogy minél többen legyünk, és vigyük tovább az egészet. És amikor egy ilyen program után jelentkeznek sokan, az adja azt az erőt, hogy jó, igen, vigyük és csináljuk, és hát ez lényege, bővülünk család, úgyhogy nagyon jó impulzusokat ad. Tegnap is pont ezt beszéltük, hogy egy hosszú év lezárása után nem az van, hogy kifáradtunk, hanem jöttek új emberek, és még egy löketet adott, hogy csináljuk. És az IFI pont hogyan tud segíteni a diákoknak így a nyári szünetben, a vakáció alatt? Mi is próbálunk most már olyan programokat szervezni, amik kintre és kint valósuljanak meg, úgyhogy szeretnénk ilyen piknik jellegűket, vagy a társas játékokat is kivinni kintre, mert azt vettük észre, hogy azért azt nagyon szeretünk az érsekkertben kint beszélgetni, az egy jó hangulatot ad az egésznek, úgyhogy most ezt próbáljuk így, hogy kapjuk így a visszajelzéseket a fiataloktól, és akkor próbálunk ahhoz igazodni, hogy mit szeretnének, miket valósítsunk meg. Diákmunkával kapcsolatban is lehet hozzátok fordulni? Igen, abban is tudunk segíteni, kapcsolatban vagyunk a diák szövetkezetekkel, és akkor hozzájuk tudjuk így koordinálni a fiatalokat, szólunk, hogy mennének ennyien, és akkor igazából oda fogjuk nekik így mondani, hogy melyikhez menjenek, kinek, akár melyik van a lakóhelyéhez közelebb bejelentkezni, tehát ilyenekbe tudunk segíteni. Fiatalok, azt mondjátok, mert idősebbek korosztállyal már beszélgettünk arról, hogy ez a mai rohanó világ rátok mekkora terhet tesz. De ebben a rohanó világban, amikor tényleg azt látjuk mi felnőttek, hogy 10 órát vagytok az iskolában a különböző elfoglaltságok miatt, akkor hogy van energiátok arra, hogy egyrészt ezzel foglalkozzatok, mert azért ennek a működtetése ez elég komoly energiákat igényel, illetve hogy azok a társaitok, akik részt vesznek ezeken a programokon, akár egy ilyen társasjátékos érsekkerti buliba, szóval hogy a mai fiatalok kütyűznek inkább, nem, meg sok minden más, mint hogy inkább kiüljenek az érsekekbe. Hogy látjátok ti ezt belülről? Hát a saját részünkről nyilván iskola mellett nagyon nehéz, tehát ez a legnagyobb kihívás mindenkinek, tehát hogy akár egy gyűlést, megbeszélést összehozni, nyilván máshogy vannak az órák, faktok, viszont nekünk egymással lenni is jó, tehát hogy mikor kidolgozzuk ezeket, akkor együtt vagyunk, és ugye ez egy baráti társaság, tehát hogy szívesen jövünk, és ha fáradtság, ha nem, akkor is... Örülünk neki, hogy itt lehetünk, és csinálhatjuk a dolgunkat, meg együtt lehetünk. Igen. Nyilván egy plusz feladat. Én nem mondanám tehernek, mert tényleg, amikor bemegyek az IFI pontba, minden gondom elszáll, és csak így vagyok, de jó, hogy megint itt vagyok, köszönöm szépen. De egyébként sok időt vesz ez is igénybe, és végzünk suliba, és mindenkinek lenne tanulnivalója, vagy külön órája, vagy edzése, de akkor is megyünk, és gyűlés van, és kidolgozzuk a következő programot. És a telefonozás az pedig nálunk így nagyon alap, hogy nem telefonozunk, tehát gyűlésen alapszabály is, hogy nem veszük elő a telefont, de egyébként így, hogy kiülünk a népkertbe, nem láttam nagyon, hogy telefonoztunk, csak amikor zenét indítottunk. Az újaknak nyilván még ezt így meg kell szokni, úgymond, hogy nem telefonozunk, amikor együtt vagyunk, mert tényleg így élvezzük egymás társaságát. Mi meg segítünk feltöltődni, hogy tényleg ez egy kikapcsolódás legyen nekik azért hozzánk jönni. Tehát mi például az IFI pontos munkatársak is, hogy először ilyen kis csapatépítő, rehangoló játékok, és utána a munka, tehát hogy így próbálunk nekik ebben segíteni. Hát én azt kívánom nektek, hogy egyrészt a tábor az nagyon sikeres legyen, de gondolom, hogy sikeres, és akkor majd erről szeptemberben tudunk beszélni, hogy milyen sikeritek lesznek. Annyit még pár szóban mondjatok el, hogy a jövő év, ugye beszéltünk, ugye el kell kezdeni már tervezve. Vannak főbb sarokpontok, hogy mi az a nagyobb dolog, amit mindenképpen szeretnétek megvalósítani jövőre? Mondjuk akár új jelem is.
Hát általában úgy szoktuk, hogy az előző évek tematikája alapján megyünk tovább a következőre, és plusz egy-két újítás program. Tehát azok mindenképpen szeretnénk, hogy meglegyenek a drogprevenciós nap, a diákbál, a játéktanárok nélkül. Ezek a három fő nagy rendezvényünk. Futás is még. Igen, a 48-as futás, de hát mindig jön valami újítás. Most is ugye egy projektben vagyunk benne, akkor az megint új programokat hoz, amiket meg tudunk szervezni. Igen, azt fogjuk folytatni még, tehát a MAG projektünk kapcsán, ami most ez a környezetvédelmes, az egész év végéig fog tartani, és akkor ahhoz szeretnénk még így az iskolákkal közösen akár ilyen vetélkedőket. Voltak már ötletek, hogy majd ilyen újrahasznosított szoborépítő verseny, tehát hogy egyébként elég jó ötletek érkeztek be, vagy ugyanilyen vetélkedő kintre, úgyhogy az lesz ebbe az évben még, ami biztos, hogy lezárásra kerül. Mi nagyon sok sikert kívánunk, így van, a nyári táborhoz is, és arra szeretnénk megkérni titeket, hogy mindenképpen készítsetek minél több fotót meg videót, és akkor be tudunk róla mi is számolni majd szóljatok később. Mindenképpen, ha jönnek az új ötletek. Köszönjük szépen, és kellemes pihenés, jó nyarat nektek. Köszönjük, hogy itt voltatok.